Balkány már tavaly is pályázott a Start munkaprogramban, akkor belvízelvezető csatornákat kezdtek építeni. Ezt folytatják az idei programban, így év végére a teljes csatornahálózatot kiépítik. A programban résztvevők a saját maguk által előállított betontáblákat használják fel a munkálatoknál. 120 ember dolgozik, és természetesen megvannak külön brigádok, akik mögöttem is ugye a járdalapokat gyártják, vannak, akik ássák az árkot. Van a másik programunk, a járdaépítési program, ott is dolgoznak két brigádunk, amelyekben elég nagy szakaszon, főleg belterületi szakaszon újjá tudjuk építeni és újra varázsoljuk a járdákat. Ez is a Start munkaprogram része. A megyében egyedül a Balkány kapott térburkolása alapanyagot a közmunkaprogramon belül. Ezeket használják fel a településen, ahol több mint 120 közmunkás dolgozik, többek között az egységes járdahálózat kialakításán. Ez egy értékteremtő munka, tehát akár a járdaépítést nézem, akár a belvízelvezető csatornát, vagy akár a földutakat, értéket teremtenek Balkányba. A másik az pedig, hogy ezek az emberek most már nem áldogálnak, mint a régebbi időszakban, és sepregetnek, és olyan munkát végeznek, amihez nem is nagyon értenek, meg nem is nagyon van kedvük, hanem olyan munkát végeznek, ami értéket teremt Balkánynak. És ezért nagyon fontos, hogy 120 ember megtanul dolgozni. A településvezető hozzátette, a munkavilágába visszavezetett közmunkásokra már most felfigyeltek a helyi vállalkozók, akik a program után tovább foglalkoztatnák őket.